Dovrò cenni per me, ma sto mettendo da u. Kis rotkörte, u. Rotkörte. Rotkörte zabáló Bartos újra jelentkezek szállt a bitnél. Nagy baú. Szóltok úgy bizony, Dau. Nagy be egyébként, ami a frutyúban megy, az már egyszerűen egyébként egy szánalomban meg. Nagy baú. Kis papír. C-vitamin papír. Bazd meg egyébként izé. Nézem nagyba a frutyukot, mert vettően! Vettem én. És az egésznek a lényege úgy izé, hogy gyakorlatilag egyek csak azt gondolják bazd meg, hogy a csőliratkozóknak, tehát a csőliratkozóknak a számától függ itt a minőség bazd meg. Nagyon el vagytok egyébként tévedek. Bontok egy kis csejnekent, egy kis kommunista sér, aztán olyan kommunista bazd meg, hogy semmi, mert amerikai kis szár. És azért van rajta ízé. Vörös csillag bazd meg, mert Amerika is kommunista ellen. Kis csejnekent bazd meg. Na most nagyon jó sikerült a ízé, bazd meg. Kurvára jó sikerült most a izém, Bartos Csadárjon. Ütört cucc lett, bazd meg. Ütört cucc lett, hogy oda baszúr cucc lett. Ebből meg szoktam inni egy 4-5-6 liter naponta. Azért beállok ám mind az atom, bazd meg. Na szóval, az a lényeg egyébként, hogy csicskaságok mennek itt ma a frutyúban baznak, de olyanok, hogy az már mérhetetlen baznak, ne zárulják. Mind az óvodások baznak. Harminc, 40 éves emberek, bazd meg. Üzengetnek egymásnak, bazd meg, mint a kis csoportba. Hogy jaj, a izé, a mit tudom én kicsoda, ezt mondta rülám. Én meg visszaüzenek neki. 30-40 éves emberekről beszélünk, bazd meg. 30-40 éves emberekről. Nem kis ízékről, ilyen kis tacskókrú, nem 13-16 éves kis tacskókrú, bulikutyákrú, bazd meg. 30-40 éves emberekrú. De. Ez szánalom egyébként. Gyakorlatilag ízé, bazd meg. Hát álljon meg ma a menet azért már. Álljál már meg, bazd meg már. Kurva életbe bele már. Jó, fogytok mind a faszomban, mert egymást ízijátok, cukkoljátok, hogy jaj, akkor ez ezt mondta, akkor én is reagálok rá, akkor azt mondta, én is reagálok rá. Hát mi a faszom ez, bazd meg? És a nézettség az nem is a csőliratkozókon múlik, bazd meg. Tehát nem a csőliratkozókon, nem az a lényeg, hogy hány föliratkozót van, bazd meg. Vágod. Nem azon múlik, bazd meg, hogy ízé, bazd meg, mennyien néznek. Félmilliós nézettséggel is lehet mondjuk ízé, mondjuk 100 feliratkozott, bazd meg.
egyre silányabb a minőségben, aznak, amikor én 7 évvel ezelőtt elkezdtem, de ez is 7 évvel ezelőtt elkezdte a nagy Bartos, a nagy hulladék megszemélyítő szemételő Bartos annak. Még nem így működtek a dolgok, akkor még nem volt ennyi szemét a izém. És interneten van, meg megnézem, hogy hány percig járunk. Nem egyből. De az egésznek a lényege úgy. Mint az óvodába bazd meg. Tehát akkor még nem volt az ennyi ízé, nem volt azért. Gyakorlatilag elárasztotta a szenny a frutyubot, bazd meg. Silányabbnál silányabb, csidejók, bazd meg. Semmi oktatás, bazd meg. Én a 18 éven aluliaknak meg is tiltanám, bazd meg. Most ez bármi. Jó, hogy ő csináljanak csalogokat. Jó, vannak nagyon jó csértékes csalogok. Vannak olyan gyerekek, akik engem ézénak nem egy, nem kettő, aki a Bartost élteti, és és azt mondták róla, hogy igen, ez odavaszós Bartos, ez nagyon jó, mit tudom, mint azok tanítványok bannak. De az összes többi meg ilyen trágyadomra való, amit én fölzaválok bannak. Szóval azért meg kellene gondolni egyébként, hogy hogy akkor miket csinálunk, hogyan csinálunk, stb. Tehát szánalom bannak. És akkor ízik így. És üzengettek egymásnak így emberek, így 30-40 éves emberek, bazd meg a ízékkel a frutyukomban. Ízének így rivalizáltok egymással, bazd meg, hát szánalmak vagytok, bazd meg. Azt nem így kell csinálni, bazd meg. Én mikor elkezdtem 7 éve ezelőtt, az ennyi szenny azért nem volt a frutyubon, bazd meg. Most meg egyre szaporodik, bazd meg az egész. Ez ütős tudsz lett ez a ízé, ez a Bartos cseddárjú most. Oda batul, bazd meg. És az egésznek a csilényege, hogy ízé. Amit akartam mondani, hogy de most már elmúltam 36 években, mert 37 éves vagyok benne. És ízé. De ennyi sok szenny, ami ezt a frutyugobb, az meg meglepte, mint a dögöt a legyek, az meg. És üzengetnek, az nem érdekes egyébként, hogy Nizzába, meg Törökországba, mik vannak, az meg. Senki le nem szarja. Nemzetékünket le se szarja senki, egymásnak üzengetnek, mint a kis szűzpicsák az óvodába, hogy a ízé, a, mit tudom én, a Nóri megmondja a Zsuzsit, mert leköpte, vagy a Zsuzsi megmondja a Nórit, vagy a Józsika megmondja a Zolit az óvodába. És ezért mi, vagy nem én, anyátokat, akkor üzengettek egymásnak, hogy jaj, megfikázzátok. Normál, ezek felnőtt emberek, bazd meg. Ez a példamutatás. Menjetek a picsába, bazd meg. Olyanok vagytok, bazd meg, mint a... mikor tegnap izé beettem ilyen rohadt körtébű, bazd meg, aztán izé alsógatjába kigyüttem az ajtón, azt lefostam a lábam szárát, bazd meg. Kb. Annyit értek, mint a fosom. Mi ez, bazd meg? Felnőtt emberek, csalogok, vloggerek? Vloggereknek nevezitek ti magatokat, bazd meg. Egymás fikázzátok. Hát olyan szánalmasak vagytok, bazd meg, hogy az mind a bőzé. Semmi. Nulla. Nulla, 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 nulla. Öt nulla, bazd meg. Nincsen témátok, bazd meg, egymást kell fikázni.
Ezekről egyébként érted, hogy vannak különböző csiroggerek. Csiroggerek abbu vannak, hogy valamelyik kritikát mond, valamelyik a bemutassa az életét, bazd meg, hogy hogyan folyik az egész élete, vagy ez az amaz. Mit fikáztok már, bazd meg? Hát szabadság van, nem? Szabadság van legalábbis még eddig. A kivaszott rohadt tízén, bazd meg. Frutyugok. Akkor mi a fasz kell itt játszani az agyatokat, bazd meg, hogy egyik jobb, mint a másik, bazd meg. Hát úgyis én vagyok a császár, én vagyok a király, bazd meg. A frutyugok. Egymást itt fikázat, szánalmas, akkor az egyik elmondja ezt, a másik elmondja amaz. Mi ez, bazd meg, óvoda? Beköpünk az óvónéninek, vagy mi a faszom, kis csoport? Nincsen témátok, bazd meg. Semmi, bazd meg. Nem külön a bőzi faszból kigyűjt geci, bazd meg nálatok. Vagy ez az külön még. Szánalmasak. Mind a kis csoportba van. Hát nézem nagyba ezt a kibaszott rohadt frutyupot, egymás fikázza a másikat. Jaj, de jó, hogy ennyien vagyunk, bazd meg. Jaj, de jó. Szánalom. Szánalmas az egész frutyugmába, bazd meg. Annyira elejtette az egész szintjét, bazd meg, hogy mind a gatyamadzagot, amit elvágnak, bazd meg, vagy a cérnaszálat, ami elválik az egész bazd meg. Nulla, bazd meg, nulla az egész, bazd meg, nulla! Ez lett a frutyúk nagy izéjábú, szabadságábú, nagy határfos, de ez van. Meg ők nagyba így fikáznak engemet, mert mit tudom én. Ha mutassatok föl valamit, aztán ennyi, hát most. Mutassatok valamit föl. Meg mit tudom én. Semmit nem ír a Soros magazin, hát semmit. Semmit. Biztos, hogy nem ér semmit, ami beleközöltet. Nem ér semmit az Index se, ugye. Semmit nem ír. Biztos, hogy nem ér semmit, ahogy ti írtátok. Semmit. Biztos. Így van. Ennyi. Be kell látnom, akkor biztos. Ha ti mondjátok, akkor így van. Csak a véleményetekre meg szarok egy jó nagy fosztossat, bazd meg. A másik dolog meg az egyébként, hogy azért azt hozzá kell egyébként tenni, hogy ez egy életút, amit én bejártam azért. Nem mindenki tudta volna azért utánam csinálni, bazd meg. Tehát ezt nem mindenki tudta volna utánam csinálni. És hozzá kell egyébként tenni, tehát hogy nem is bírta volna mindenki ki azt, amit én kibírtam. Hoppá. Hoppá. Én túléltem jó pár dolgot. Kár magyarázni ott az életrajzom, rajta vagyok a Wikipédián is, stb. Úgyhogy nincs mit magyaráznom, nem is magyarázkodok, én nem voltam sohasem egy nagy kép, én mindig is szerény vagyok, a világ legszerényebb embere vagyok. És ha ti egyébként a föliratkozóktól, tehát a föliratkozók, vannak egyébként silány videósok, a silány az azt jelenti egyébként magyarul, hogy rossz, tehát szar, amit csinálnak. Azért nézik egyébként, hogy röhögjenek rajta. Én rajtam nem röhögnek. Azt úti fix, mert én komolyakat mondok és komolyakat csinálok. Ez egy életút. 37 év életútja. Aki röhög, az
annyit mondok egyébként, hogy menjen a picsába. Csinálja utána a badnak. Vannak csöliratkozók, magyar vloggerek, mivel, hogy máma divat a szó, ugye, vlogger. Hogy 300, 400, 500 ezer. De miért nézik őket? Miért? Mert az a szint. Akkor nézzétek a ízét a Retek klubon. Körülbelül a Retek klubbal egyenlő bazd meg. A ízé. Retek klub. Nézzétek nagyba a ízékat. A nem mondom ki milyen műsor. Kereskedelmi csatornákon körülbelül egyenlő szinten van, akikre föl vannak iratkozva ilyen nagy tömegével. Semmit nem ér. Rossz, szar, silány, trágya, semmit mondó, jelentéktelen. Nem alkotott semmit. Nulla. 3-0 van meg. Semmit nem ér. Azért iratkoznak föl rá, hogy jól kiröhögjék. Ennyi jó. Úgyhogy erre ezt tudom egyébként mondani, hogy nem a föliratkozók száma, mert itt az a lényeg egyébként, hogy ki mit ért el. És nekem ez csak jó egyébként, hogy beírjátok, hogy mit tudom én mondjuk, hogy a Bartos ugye, hogy, hogy mit tudom én mondjuk, hogy nagy szemételő Bartos, hogy mit tudom én beírjátok így, hogy a címetekbe, mint vlogolók, ugye? Ez nekem csak hozza nagyban a nézettséget, a bartosizmusnak a terjedését, bazd meg. Tehát jó, jó, csináljátok, gyerünk, davaj. Gyerünk, ahogy az oroszok mondják, gyerünk, davaj. Írjátok be minél többen. És akkor majd nekem majd hozza nagyban a ízét, a nézettséget, meg a többit. Bartos, és nem a nézettség, a bartosizmus terjedése. Bartosizmus terjedése. De ennyit akarok egyébként mondani. Tehát nagyon az, aki egyébként ilyenek el, hogy azért, hogy jaj, akkor azért, hogy föliratkozók száma. Ki a szart érdekel a föliratkozóknak a száma? Nézettség a lényeg. Kilépek az utcára, már ismernek. Nem biztos egyébként, hogy akinek 500 föliratkozó, vagy 500 ezer föliratkozója van, kilép az utcára és ismerik, hogy igen, na, ő az a nagy ember. Én kilépek az utcára, bazd meg, és tudják azt, hogy a réteg a disztó, hogy ambaszadban, hogy ez a Bartos, ez a csillozófus. Na most lehet valakinek 500 ezer föliratkozója, bazd meg, kilép az utcára és jelentéktelen emberként kilép az utcára. Bemegy a kocsmába, és senki nem ismeri, bazd meg. Egyemet ismernek a kocsmába. Fizetik is a fröccsöket. Fizetnek nekem mindent, bazd meg. Mama is benn voltam a kocsmába, két fröccset úgy kifizetett egy gyerek, mint az állat, bazd meg, Bartos Mösternek. Két fröccsöt. Na. Azért ízé. Bloggerkedünk, vagy ízé? Vagy mi a faszom van, bazd meg? Vagy óvodás? Hülyeségeket játszunk, vagy nem. Na, ennyit akartam. De, könnyes.